A Média Unió Alapítvány ügyvezetőjével, Kardos Ferencsel fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. A 14. társadalmi célú kampányokról, ez azért egy szép hosszú periódus. Köszönjük. És egy nagyon fontos, hogy azért is mondjuk, hogy nagyon fontos, mert hogy ezen a héten is beszélgettünk arról, hogy a digitális adataink mekkora veszélyben vannak, és milyen könnyű őket ellopni, meg ezeken keresztül a pénzünket is. És a Média Unió idei kampányának ez a téma a kulcs te vagy címmel. Miért pont ezt választották? És miért ez a címe? Rögtön válaszolok mind a kettőre. Azért ezt választottuk, mert a, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy ez egy olyan horderejű probléma, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ugye néhány évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ezeket a digitális csalásokat mindenki már hallott róluk. Most ott tartunk, hogy most már mindenkinek van legalább egy ismerőse, akit megtaláltak a digitális bűnözők, és sajnos ez a szám emelkedik, hogy nem csak megtalálják, hanem sikerrel. És hogy miért ezt a címet választottuk, azért, mert Alapvetően ezek az informatikai rendszerek, főleg a banki rendszerekre gondolok, ezek alapvetően biztonságosak. Ezek akkor válhatnak sebezhetővé, hogyha maga az ember, maga a felhasználó ad ki olyan adatokat, amelyeket valójában csak neki volna szabad ismernie, tehát tulajdonképpen ő a rés a pajzson. Ezért választottuk ezt a címet, hmm. hogy a kulcs te vagy. Tehát neked is meg kell tenni azokat az óvintézkedéseket, amelyeket egyébként ezek a, a digitális rendszerek már megtettek. Mindig elmondjuk, és akkor ezt most is mondjuk el, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy azok a helyek, ahonnan minket keresnek adatokat kérve, vagy tudják azokat az adatokat, tehát nem kérdezik, vagy semmi közük hozzá. Pontosan. Tehát telefonon, e-mailben nem küldünk adatot. Pontosan. Éppen ezért nagyon sokszor a digitális bűnözők pszichológiai eszközökkel próbálnak ránk hatni. Tehát például ugye manapság már mobilszámokat megszerezni nem olyan nagy kunst, és ehhez nem kell a dark menni. Ugye nagyon sok módszer van, hogy hogyan lehet ezeket az adatbázisokat kiszivárogtatni. Tehát ezáltal védve nem vagyunk ilyen értelemben, akkor kapcsol be az önvédelmi rendszerünk, amikor megtalálnak minket a digitális bűnözők. És vannak olyan jelek, amelyek mindig gyanút keltenek. És a kampánynak ez is az egyik legfontosabb célja, hogy egy egészséges gyanakvást ültessünk el az emberekben. Például, ahogy ön is említette az előbb, hogyha egy magát banki ügyintézőnek mondó, telefonáló olyan adatokat kér, amelyek például csak a plastikkártyámon van, CVC kód, vagy a fejemben PIN kód, az mindig gyanús illetve az is, amikor elkezdenek sürgetni, vagy arra hivatkoznak, hogy a bankjukat támadás érte, hogy egyébként a kisfilmünkben is látható az előbb, amit a Médió Unió YouTube csatornáján bárki megnézhet. Tehát amikor ilyenekre hivatkoznak, az mindig egy picit, picit gyanakvással kell, hogy eltöltsen. Ugye, igen, tehát, hogy itt láttuk ezt a kisfilmet, ami pont arra hívja fel a figyelmet, hogy ha kívülről nézzük, mennyire átlátszó az, hogy valaki egy banki szakemberként, egy banki környezet... El a háttérben próbál bejelentkezni, de van egy új eleme a kampánynak, ez egy teszt, amiben mindenki lemérheti, hogy mennyi tud a digitális adatok védelméről, ez hogy működik? Ez a teszt. Ezt a tesztet a, a, a Magyar Bankszövetséggel és a oldalra oldallal programmal együtt állítottuk össze. Ez jelenleg egy 15 kérdésből álló teszt, amely életszerű példákat tartalmaz, és ezzel az ember könnyen le tudja mérni a tájékozottságát ezen a téren. Én például, ugye most már másfél egy Két évet... kérdést kaphatunk most belecsapásra. Például, például az előbb említettünk, hogy mi a teendő akkor, amikor egy állatolgos telefonáló a bankunkra hivatkozva azt mondja, hogy támadás érte az ő bankjukat, ezért azonnal adjam meg nem csak a bankkártya adataimat, hanem az azonosítómat és a PIN-kódomat is. Vagy például, amikor ezt a már említett CVC-kódot elkéri. Vagy amikor, ugye. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt nagyon nagy sajtó nyilvánosságot is kapott, hogy van egy olyan applikáció, amely használt dolgokkal kereskedik, és őket támadták a a, a Azáltal, hogy egy megszólalásig hasonló oldalra navigálták a felhasználókat, és ott kértek bankárja adatokat, egészen a pinkódig levezetve. És ez az embereknek nem is volt feltűnő az elején, hiszen azt gondolták, hogy a kereskedésnek ez feltétele, hogy ők ezeket az adatokat megadják. Például ilyen kérdéseket tart... Én ma reggel kaptam az egy egyik filmes streaming szolgáltatótól egy üzenetet, hogy az adataim sajnos elromlottak náluk, és küldjem el újra őket. Töröltem rögtön, ez egy SMS volt, de például a ilyet kapnak, hát ilyen nincs. Ilyen nincs, így van. Én két nappal ezelőtt kaptam csomagküldőtől, pedig nem is vagyok é. nagy online vásárló, de a legjobb az Nem volt, tudják kihozni a csomagot, ha nem adok ilyen, adatot. Így van, így van, hm, vagy fizessem volt, be ez csak ez is. ezt a jelképes 110 forintos vámdíjat az alábbi linkre kattintva Um, ezek ha hívnak kértenek. minket, akkor van egy nagyon egyszerű trükk. Visszahívhatom? Nagyon jó. Mert hogy visszahívni nem lehet, hát hiszen ő nem egy valós szolgáltatás, ő csak egy csaló. Így van, a filmünk is ezzel zárul, hogyha gyanús a hívás, akkor azt javasoljuk, hogy szakítsa meg a hívást, és keresse ő a bankot. Egyébként a, az egyik honlappal, a 24.hu-val készítettünk egy videót, aminek az volt a lényeg, hogy egy általunk felkért színészt arra kértünk, hogy három banki felhasználót hívjon föl, és ezekkel a pszichológiai módszerekkel próbálja meg kicsalni belőle a belépési adatait. Ez a mai napig megtalálható a holnapon, nem szeretném lelőni a poént, hogy a háromból hány ember döldbe, be, illetve hogyan védekeztek, már akik védekeztek ez ellen, nagyon tanulságos. ha jól tudom, influencerek is szerepelnek ebben a kampányban, hogy a legfiatalabbakat, vagy, vagy a, akik most kezdenek el mondjuk pénzt használni a digitális térben, őket is elérjétek. Pontosan. Amikor 2020 hogy is van? Kettő novemberében az öttagú kuratórium, a Média Unió Alapítvány öttagú kuratórium elfogadta ezt a témajavaslatot, akkor kifejezett kérésük volt, hogy fókuszáljunk a fiatalokra, 18 év alattiakra, illetve az idősebbekre, hiszen ez az a két korcsoport, aki fokozottan kívánt éve ezeknek a veszélyeknek. Az én lányom például 15 éves, és amikor ő is lelkesen kezdene vásárolni valamelyik oldalon, akkor mindig megállítom, hogy nagyon jó, webkártyával fizetünk. Uh -huh. És akkor uh -huh. elmond, mesélek neki néhány rémtörténetet, de a legjobb barátom például még a webkártyájának a napi limitjét is nulla forintra veszi, mert ő aztán végképp tudatos. Ez most egy is, ismeri, a sokat nem fog költeni. Igen, Igen. Nem, nem, ő tudja magáról, hogy ő ezt a limitet csak akkor emeli fel, amikor vásárolni tudatos, fog. Sporolos. De nem így... is koptak el még tőle egy forintot se. Kardos Ferenc, köszönjük. köszönjük. szépen, ez egy jó kampány figyelemmel kísér Köszönjük szépen!